Patkára hajtott fának ütközött, majd a feje tetején állt meg egy személyautó Kecskeméten a Kaszap utcán csütörtök délelőtt. Az egyik kecskemétieknek szóló Facebook csoportban tettek közzé egy képet a balesetről. Stábunk rögtön a helyszínre sietett. Mint azt megtudtuk, a szerencsétlenül járt autót egy 78 éves férfi vezette. Úgy tudjuk, a sofőr komolyabb baj nélkül megúszta a balesetet, de kivizsgálás céljából kórházba szállították. Látható sérülése azonban nem volt, mondta el a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.